miniszterelnök úr beszámolójának az a része, ami a válságkezelésről szólt, hogy a szokásos termelési értekezlet, minden rendben van, minden rendben volt, nincs itt semmi látnivaló. Azért azt kell látnunk, hogy több millió magyar ember nem így gondolja. Idefele jövet, látva az előválasztási sátrakat és azokat a sorokat, akik előválasztáson a demokrácia újjászületésében vesznek részt, ők biztos, hogy nem így gondolják, és megvan az alapos okuk arra, hogy miért nem gondolják így, mert ahogy képviselőtársaim is említették, nagyon sok minden kimaradt ebből a termelési értekezletből, nagyon sok olyan tragikus esemény, amely a járványkezelés után mégiscsak mérlegre való, meg kell említeni. Ilyen például a több mint 30 ezer halott. Egy szót nem hallottunk miniszterelnök úr szájából. Nagymamákról, nagypapákról, édesanyákról, édesapákról, testvérekről, gyermekekről, egy szót nem hallottunk róla. Nem hallottunk arról, hogy oltás tekintetében már bőven az Európai Uniós átlag alatt vagyunk a beoltottak számát tekintve. Halálozás tekintetében pedig ott vagyunk a dobogón. Nem hallottunk arról, hogy vége láthatatlanok azok a várakozási sorok, amelyek a műtétekre vonatkoznak. Nem hallottunk arról, hogy a járvány közepén a kormány döntése alapján több ezer orvos és szakápoló hagyta el a pályát. Nem hallottunk az ellátatlan betegek tömegeiről. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap kimutatása szerint 2020-ban, 2019-hez képest 500 ezer emberrel kevesebben kaptak kórházi ellátást. Ebből több mint 13 ezer rákos beteggel kevesebben kaptak kórházi ellátást, miközben az Európai Unióba toronymagasan vezetjük a halálozási listát a rákbetegségek tekintetében. De nem hallottunk a megélhetési válságkezelésről, például arról, hogy a Magyarországon leggazdagabbaknak a vagyona a válság alatt egyharmadával nőtt. Ők biztos jól jártak a válságkezelés eredményeivel kapcsolatban, ők biztos, hogy élvezhették a kormány döntéseit. Mészáros Lőrinc, aki valószínűleg előre megkapta a NASZ ajándékát, 185 milliárd forinttal növelte a vagyonát egy év alatt, a válság kellős közepén Szély László pedig lecserélte a jaktját, úgyhogy áll rendelkezésre a kormánytagoknak a három emeletes jakt. Mindeközben a válság alatt egy közönkutatás szerint a megkérdezettek 41%-a számolt be arról, hogy csökkent a jövedelme. Hát nekik csökkent, a leggazdagabbaknak pedig nőtt. Ez az önök válságkezelésének az eredménye. 21%-uk plusz munkát vállalt, 16%-uk a családtól kért kölcsön, 9%-uk pedig banki hitelt vett igénybe. Az elmúlt években, az elmúlt több mint 10 évben a jövedelmi óló tovább nőtt, a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedtek, a magyar emberek 60%-a ebben a jövedelmi ólóban a rossz oldalon áll, nekik csökkent a jövedelmük, miközben a V4 országokban egy egészen ellentétes folyamat zajlott, tehát ez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedésből a magyarok 60%-a nem részesült, abból kimaradt. De nézzük meg a nyugdíjasok helyzetét. A 65 év felettiek szegénységi rátája az elmúlt 11 évben háromszorosára nőtt, 5-ről 15%-ra. 450 ezer magyar nyugdíja 100 ezer forint alatti nyugellátást kap. Megszüntették a korhatár alatt és a rokkant nyugdíjakat. A nyugdíjakra most a költségvetésben kevesebbet költenek, mint korábban, az az elmúlt több mint 10 év alatt a GDP arányosan 11%-ról 8%-ra csökkent. Ha megnézzük a nyugdíjak és az átlagkeresetnek a viszonyát, akkor azt látjuk, hogy több mint 10 év alatt a kiindulási pontról 74,5, az átlagkereset 74,5%-a volt az átlag nyugdíj, ma ez 54%. De nézzük, hogy hogyan alakult a magyar munkaerőpiac, mondjuk a munkaerőt
termelékenysége. De azt látjuk a kimutatások szerint, hogy egy munkaóra alatt megtermelt GDP euróban számolva csökkent az elmúlt 10 évben, csökkent a termelékenység, Magyarország versenyképesség is romlott. A minimálbér tekintetében sereghajtók vagyunk, ha euróban számoljuk, akkor ma a minimálbér kevesebbet ér, mint egy évvel ezelőtt. Az infláció az egekben, benzinár, élelmiszerárak csúcsot döntenek, világbajnokok vagyunk KFA tekintetében, az államadóság egekben, a forint tragikus állapotban van, míg Navracsics Tibor 2009-ben azt mondta, hogy a forint elérte a 300-as euró átváltási árfolyamot, senki sem tagadhatja, hogy ez lélektani határ. Ez az egyetlen szám jó jelzi a kormányzati politika kudarcát, mondta ezt 2009. februárjában, hogy nyilván ezt a véleményét nem változtatta meg azóta sem. Lakhatási válság van, nincsen épületszigetelés, nincsen panelprogram, nincs bérlakásépítés, a diákváros helyett inkább Fudán Egyetemet építenek, családi pótlék, a nyugdíjminimum az elmúlt több mint 10 évben nem emelkedett. A Pegazus botrányról is esett szó, mert mindeközben a hatalomféltés miatt megfigyelnek újságírókat, gazdaságszereplőit, politikusokat is, polgármestert is. Látható, hogy nagyon-nagyon félnek. Erre utal talán miniszterelnök úr azon bejelentése, hogy majd itt alaptörvénybe vagy alkotmányba emelnek különböző intézkedéseket. Ma a nyugdíjnak kifejezetten örülök, mert önök kivették az alaptörvénybe a nyugellátást, most talán akkor a nyugdíj újra alapvető jog lesz Magyarországon. Na ezért van szükség kormányváltásra, ezért van szükség arra, hogy ne egyszeri juttatásokat kapjanak az emberek, mert éppen most választási éveszem, hosszú távon a társadalmi igazságtalanságokat fel kell számolni, a jövedelemkülönbségeket csökkenteni kell, fel kell zárkóztatni az alacsony nyugdíjakat, fel kell zárkóztatni az alacsony béreket, például a minimálbér adómentessé tételével. Meg kell oldani, kezelni kell a lakhatási válságot, bérlakásokat kell építeni, újra kell indítani a panelszigetelési programot, a kádárkockák felújítását el kell kezdeni. Családtámogatásokat növelni kell úgy, hogy minden család hozzáférjen az állami támogatáshoz, ne csak a jómódúak. Az élelmiszereket olcsóbbá kell tenni, segíteni kell a megélhetés biztosítását, és segíteni kell azokat, akiknek szükségük van rá. Ezen dolgozunk azért, hogy egy év múlva ezekre az intézkedésekről Karácsony Gergely számoljon be a Magyarországgyűlés előtt miniszterelnökként. Köszönöm szépen!